A vonalban pedig Márton Roland, szocialista politikus, az Egységes Ellenzék közös országgyűlési képviselőjelöltje Fejér megye egyes számú választókörzetében. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm szerkesztő úr, önt is, és a kedves hallgatókat. Ez az egyes számú választókörzet, ez többé-kevésbé Székesfehérvár? Ez teljesen, ez önálló székesfehérvári körzet, igen, ez nem tartozik másik településrész. Elvileg ez nem volna egy rossz körzet az ellenzék számára, de azért mégis eléggé biztos fideszes körzetnek számított a legutóbbi időkig. Most milyenek az esélyek? Így van, hát azért mégiscsak a Fidesz egyik oroszlán barlangja Székesfehérvár, de a február végi saját méréseink, kutatásaink alapján 4% ponttal vezetek a fideszes jelölt Varga Tamás előtt, úgyhogy nagyon pozitívak a kilátásaink. Én ilyen közhangulatot is érzek. A kopogtatás során rengeteget mondják, hogy de jó, hogy jött Roland, de hát bennünket már nem kell meggyőzni, hogy menjen tovább, menjen, győzzön meg még másokat, és nyerjük meg a választást. Uh-huh. Úgy látszik, hogy ez egy valóban veszélyes körzet lehet a Fidesz számára, mert szombaton Orbán Viktor oda megy, és ott próbálja harcra bíztatni a fideszeseket, ugye? Így van, nem szombaton, pénteken ja, bocsánat, igen. Márki-Zaj Péter miniszterelnök jelölt ötször kereste fel a kampányban Székesfehérvár. Orbán Viktor csak most egyszer péntek délután érkezik tudomásom szerint Székesfehérvárra. Ez is azt mutatja, hogy ők is azt látják, hogy bajban vannak Székesfehérváron, és hát most kapkodnak itt a végén, mint Bernát a mennykőhöz, hogy valamennyire behozzák a lemaradást. Én biztos vagyok abban, hogy előnyben vagyunk Fehérváron, és ezen már nem fognak tudni változtatni. Ez a háború hogyan befolyásolta az ön kampányát és az emberek gondolkodásmódját? Őszintén úgy látom, hogy van néhány egyébként abszolút fideszes rajongó, aki magáévá tette ezt a fideszes hazugság kommunikációt, és hozzám vágják az utcán, hogy én gyilkos vagyok, és halálba akarom küldeni a magyar embereket, ami egy teljes nonsens. Aki józan észsel gondolkodik és informálódik a világban, ezt tudja, hogy semmilyen alapja nincs ezeknek a fideszes utítások. És van egy másik, inkább polgári réteg, aki híreket fogyaszt, Fehérváron sokan vannak, akik eddig még akár hezitáltak is, hogy a Fidesz mellett, vagy az ellenzék mellett tegyék le a voksukat, és számukra most viszont végképp levizsgázott a Fidesz külpolitikai orientációja, és ők elfordultak a Fidesztől, már nem bizonytalanok, hanem egyértelműen az Egységben Magyarországot és engem fognak támogatni a választást. Uh-huh. Szóval azt mondja, hogy aki tájékozódik, az most értette meg, vagy most esetleg neki a tantusz, hogy igen. Ez az Orbáni politika ehhez a drámához vezet. Így van, meg Fehérvár egy speciális helyzetű város, mindig elsőként éreztük meg a változás terét, a változás szükségességét. Ez Székesfehérvár sikere, és ezt tette egy gazdasági erőközponttá Magyarországon. És most is egyébként nekem a legtöbben ezt említik, hogyha a Fidesz marad, akkor nekünk a nyugati orientációnk megkérdőjeleződik, az Európai Uniós tagságunk, a NATO tagságunk, ami biztonságot ad, és ezen felül egyébként az Európai Uniós források bizonytalansága nagyon sok székesfehérvári polgárt megérintett. A városban ebből mennek a fejlesztések, a fehérvári vállalkozások mind-mind-mind számítanak az Európai Uniós forrásokra, és egyébként az Európai Uniós piacokra. Úgyhogy nálunk ez egy különösen érzékeny téma, nem fogják hagyni a fehérvári polgárok, és remélem az ország más települései élők sem, hogy a Fidesz kormányzás folytatása kockára tegye a mi nyugat-európai orientációnkat. Mi nyugathoz tartozunk, Európához tartozunk, és hogy ezt megerősítsük, ehhez kormányt kell váltani, mert az Orbán kormány nem tudja megoldani azt a gazdasági és megélhetési válságot, amit ő maga okozott, nem csak azzal, hogy egyébként kockáztatja az uniós forrásokat, ami gazdasági bizonytalanságot okoz már most, hanem azzal is, hogy évek óta, egy évtizede az alacsonyan tartott munkabérekkel versenyzünk a világpiacon, és a multinacionális külföldi nagyvállalatoknak adott adókedvezményekkel, ami azzal is jár, hogy az alacsony bérek mellett ugye elmaradnak a költségvetési bevételek, és ezért adófinanszírozottak a közszolgáltatások Fehérváron is, és országszerte, és ezért tüntetnek a tanárok.
ezért panaszkodnak, mondják az emberek minden nap, hogy mi folyik az egészségügyben, miért ilyen a közlekedés színvonala, és miért maradnak el például a bérlakás építések, ami Fehérváron elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy a fiatal fehérváriak otthonhoz jussanak, Fehérváron maradjanak, mert fiatalok nélkül egyetlen városnak, így Fehérvárnak sincs jövője. Mégis az elmúlt napok tapasztalatai alapján mi vált a legfőbb meghatározó tényezővé az emberek aggodalmaiban? Az, hogy kelet vagy nyugat, Európa vagy Putyin, vagy pedig az, hogy hát lehet, hogy itt növekedtek a bérek meg a nyugdíjak az elmúlt időszakban, de ez a vágtató infláció ezt mind, vagy majdnem mind elveszi én tőlünk. Én ezt a két témát ugyanolyan, ez a két téma uralja a kampány Fehérváron, ezt tudom mondani önnek, szerkesztő úr. Ez a háború okozta sok, és a külpolitikai orientáció bizonytalanná válás. Hát most már a V4-ekkel is összevesztünk, hát Orbán Sziszi-Puszi munkával összehozza lassan a kis Antantot, de egyértelműen kockára tette a nyugati orientációnkat, és végképp leleteződött a putyini mintára épített állama és a putyini orientáció. Ezt nem akarják a várospolgárai. És ugyanilyen fontos téma, a kettő egyébként összefügg, hogy gazdasági válságba viszi ez az országot. És a gazdasági válság az most érezhető megélhetési válságba torkolott, hiszen a vágtató infláció, az Európa rekord infláció mindenfajta bér- vagy nyugdíjfejlesztést, amit az elmúlt időszakban sikerült kiharcolni, a szertefoszlott, az elveszett, azt elvitte a drágulás. Hát akkor bízunk abban, hogy a hátralévő napokban még inkább és még többen értik ezt meg, úgyhogy sok sikert kívánok Márton Roland, szocialista politikusnak, aki az Egységben köszönöm Magyarországért közös jelöltje Székesfehérvárot. Viszont hallásra! Viszont hallásra!